A Vörösmarty Mihály Művelődési Központban Szűcsné Pár Ilona alkotásai igazi tavaszi hangulatot csempészhetnek mindazok napjába, akik időt szánnak a tárlat meglátogatására. Elsősorban a tojásdíszítéssel jöttem, tehát libatojásokat csipkézek és hímzek. Ezekkel készültem, ez a fő tevékenységem. Ezen kívül hát pedig ilyen igazán különc képeket hoztam, nemezelt képeket, sejemfestetteket, üvegfestettet, aztán készült az összetört tojáséjból mozaik, üvegből mozaik, tehát ilyen különc dolgokat hoztam. Körülbelül 7-8 éve csinálom. Pesten voltam egyszer, és egy kis gépbemutatóra csöppentem, ahol egy cég a kis hobbi gépeit mutatta be, és egy hölgy azzal foglalkozott, hogy bemutatta, hogy a gépükkel olyan finom dolgokat is lehet készíteni, mint a tojáshéjnak a csipkézése. És nekem ez a dolog annyira megtetszett ott, hogy utána aztán a családban itthon mindenkinek úgy kellett kifújni a tyúk tojásokat akkor még, és hát nem egy ilyen igazán drágább géppel, hanem egy egyszerű kis fúrógéppel próbáltam, hogy mit tudok kihozni belőle, és amikor úgy éreztem már, hogy gyakoroltam sokat, akkor rendeltem lúg tojásokat, és hát abból sikerült igazán szép dolgokat készíteni. A csipkézett tojásokon megelevenedő motivumok nagy része saját ötlet alapján született meg. Nálunk ugye Siagárdon nem volt hímzés, illetve hímzésnek nagy keletje van, meg nagy hagyománya, de tojásdíszítésnek nincs hagyománya, és így aztán ugyan csináltam egy-két olyan tojást is, ami siagárdi hímzés mintát utánozza, de inkább csak a saját kútfőben eredő mintákat próbálom, minél csipkésebb, minél lukacsosabb legyen. Ezt tudomásom szerint az országban talán más nem készíti. Én ezt ukrán meg orosz hölgyeknél láttam, egy-kettő végez ilyen tevékenységet, és hát megpróbáltam, még nem sikerült rájönnöm teljesen, hogy ők hogyan kivitelezik, hogy megfelelően szép legyen, de próbálkozom vele, és hát itt az a lényeg, hogy a tojáson belül keresztül kasul ne fussanak a szálak, ez a nehézség is benne. Általában egyféle technikát készítek több tojáson. Ha úgy vesszük, hogy száradási időt nem számolunk, akkor hát olyan 3 óra hossza körülbelül egy tojás elkészítése, de hát itt azt tudni kell, hogy amikor a tojásokat kifúrom, akkor minden kis apró lyuknál a háziasszonyok tudják, a tojásnak van egy belső fehér héja, az olyan, mint amikor a vászon kirojtosodik, tehát ezt nekem hipóval ki kell maratnom, és hát azért is, mert nyilván van olyan tojás, amelyiknek nem fehér már belül a héja, hanem sárga vagy barna, és amikor kimaradtam ezt a belső héjat, akkor kezdem el kontúrozni a mintát, hogy jobban kiemelkedjen. A falakról visszaköszönő képek igazi tavaszi hangulatot árasztanak. Az alkotás ezen formája már legalább 8 éve jelen van Ilona életében. Abban az időben kezdődött, amikor a tojásdíszítés is, csak akkor még üvegfestett képeket készítettem, aztán megpróbálkoztam a sejemfestéssel, és hát a képek valahogy engem megragadtak, és így a nemezből is én nem sapkát vagy tarsolyt, meg egyebeket készítek, amit általában a nemezelők szoktak, hanem próbáltam abból is képeket készíteni, és néha többdimenziós kép is sikerült.
Egy-egy ilyen kiállítás sokakban elindítja az alkotni vágyás érzését, amelyhez gyakran segítséget is kérnek tőle. Volt, aki mondta, hogy szeretné megtanulni minden további nélkül, azt azonban el kell mondanom, hogy a tojások fúrását kizárólag nyáron végzem, és a szabadban, és hát a szájmaszk az nekem nem volt újdonság a Covid idején se, mert a közben rettentően porol fúrás közben, és hát a lisztnél finomabb porszál, és az éppen azért, mert akkor még a tojás, hát ugye elég koszos, nem jó lenne, ha az ember belélegezni. Ez egy apró fortély, amit érdemes szem előtt tartani a tojás csipkézés során. A nagy gondossággal készült húsvéti tojások a tavaszi hangulatú képekkel kiegészítve egészen április 5-ig várják a tárlatlátogatókat a Bonyhádi Művelődési Házban.